Az ellenzéki választópolgárok igazi örömhírben részesülhettek most hétfőn. Az AVEC legfrissebb közvélemény kutatása szerint 2010 óta még soha nem állt szemben a Fidesszel ennyire erős ellenzéki lista az európai parlamenti választások előtt, mint most a DK-MSZP és a Párbeszéd közös listája. A Szociáldemokrata Zöld Szövetség EP listája a biztos pártválasztók 26%-ának szavazatára számíthat, alig 7%-kal elmaradva az óriási népszerűségvesztésen átesett Fidesz listájától, és még csak most kezdődik a kampány. A Demokratikus Koalíció szerint a közvéleménykutatások alapján minden eddiginél nagyobb esély van arra, hogy Orbán Viktor elveszítse a többségét a június 9-i európai parlamenti választáson. A DK, az MSZP és a Párbeszéd közös listájában azért bízik az ellenzéki szavazók többsége, mert mi nem egymást akarjuk legyőzni, hanem Orbán Viktort. Azért bízik bennünk a többség, mert mi soha nem fogunk koalícióra lépni a Fidesszel. Sőt, ha Orbán június 9-én elveszíti a többségét, akkor már másnap előrehozott választásokat fogunk követelni, hogy ne kelljen 2026-ig várni a kormányváltással. Ezért kérünk mindenkit arra, hogy szavazzon a legerősebb ellenzéki listára, a DK-MSZP Párbeszéd közös listájára. Mit voltunk, itt vagyunk és itt is leszünk, amíg véget nem vetünk az Orbán rendszernek. Sajnos voltak olyan a Fideszből frissen kiugrottak, akik nem örültek az AVEC hétfőn megjelent kutatási adatainak. Pedig egy valódi ellenzéki mindig örül annak, ha a Fidesz csökken, és az ellenzék pedig nő. Ráadásul az AVEC kutatása mögött valódi adatok állnak, és valódi választók. Nem elég pusztán légből kapott számokat bemondani a sajtóban, mert ezzel csak átverik az ellenzéki szavazókat. Az igazság ugyanis az, hogy a DK-MSZP Párbeszéd lista a legerősebb ellenzéki lista, ami az elmúlt 14 évben felállt a Fidesszel szemben az EP választások előtt. A Demokratikus Koalíció szerint a közvéleménykutatások alapján minden eddiginél nagyobb esély van arra, hogy Orbán Viktor elveszítse a többségét a június 9-i európai parlamenti választáson. A DK, az MSZP és a Párbeszéd közös listájában azért bíznak az ellenzéki szavazók, mert mi nem egymást akarjuk legyőzni, hanem Orbán Viktort. Azért bízik bennünk a többség, mert mi soha nem fogunk összefogni a Fidesszel. Sőt, ha Orbán június 9-én elveszíti a többségét, akkor azonnal már másnap előrehozott választásokat fogunk követelni, hogy ne kelljen 2026-ig várni a kormányváltással. Ezért kérünk mindenkit arra, hogy szavazzon a legerősebb ellenzéki listára, a DK-MSZP Párbeszéd közös listájára. Mi itt voltunk, mi itt vagyunk és itt is leszünk, amíg véget nem vetünk az Orbán rendszernek. Június 9-én az európai parlamenti választáson szavazz a közös listára.